Az ereje teljében lévő két férfi az évelején bement egy ház udvarára, és az egyik épületből autóalkatrészeket, generátort, gyújtáskapcsolót, téli gumikat loptak, sőt leszerelték és magukkal vitték a ház biztonsági kameráját. Ugyanezen a napon egy másik portára is ellátogattak, onnan 6 darab 4 méteres fagerendát zsákmányoltak. Ezt követően gyakorlatilag rendszeressé váltak a lopások. Volt, hogy néhány tízezer forintra rúgottak de volt olyan is, hogy több mint 1,3 millió forint értékben loptak. A karcagi nyomozók 12 vagyon elleni bűncselekményt róttak az idősebbik férfi terhére míg a fiatalabbhoz nyolc balhé köthető. Mindkettejüket a lakcímükről állították elő a rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Mindent beismertek. Elmondták, hogy pénzítették az elvitt tárgyakat a lopásokból éltek. A nyomozók őrizetbevételükről határoztak, és kezdeményezik letartóztatásukat.